Becsöngettek. Budaörsön két első osztállyal több indult, mert több a tanköteles gyerek, és mostantól kötelező délután 4-ig az iskolában lenniük, még a felsősöknek is. Baba köszöntő ajándékcsomagokat kaptak újszülöttek az önkormányzattól. Budaörsön még mindig nő a lakosok száma. Még a kertépítészek is megirigyelhetnek egy-egy kertet. A hónap végén derül ki, hogy ki nyeri a virágos Budaörsért díjat. Ulán Gergő és Bétót László, sztárfellépők, helyi együttesek és egész napos jókedvű jellemezte most is a szombaton megtartott Budaörs napját. És fotók fricskánkkal meg ötletekkel, fülesmester Kisded játékaiból, azaz Tóth József fotómontázsaiból a Városházán nyílt kiállítás. Szeptember első hétfőjén jó estét kívánok! A nyár csak lassan ér véget, a vakáció viszont lezárult. Ma elkezdődött a tanítás. Kettővel több első osztály indult Budaörsön idén, mint tavaly szeptemberben. Ennek a fő oka az, hogy egy törvénymódosítás előrehozta az iskola kötelezettséget. Most már nem csak a szeptemberben, hanem a május 31-e után született gyerekek is iskola kötelesek. A több gyereket úgy tudják leültetni, hogy megszüntetnek például szaktermeket. Nem csak ez azonban az újdonság a most kezdődő tanévben, ez lesz például az első, ami állami fenntartásban indul. De változást hoz az új nemzeti alaptanterv is, meg az, hogy a tanulóknak reggel 8-tól délután 4-ig az iskolában kell tartózkodniuk, még a felsősöknek is. A törvény betűje szerint, ha a szülő lemond a délutáni foglalkozásokról, akkor elviheti a gyermekét. Szemben más törekvésekkel nem zárjuk be a kaput 4-ig, el fogjuk mondani, hogy milyen ütemben szabad hazamenni, ugyanúgy, mint eddig. A második mondatom a mindennapos testnevelés, ami nálunk igazán komoly gondot egy pillanatig nem okozott, úszással, kézilabdával segítve a kiváló szakmailag képzett kollégáinkat, második, hatodikban tartva a mindennapos testnevelés is biztosítva van nálunk, ez önöknek gondot nem okoz, reméljük csak örömet. A harmadik mondat a hit és erkölcstan oktatása, miután a hittanoktatás nálunk régóta iskolai kereteken belül órarendbe szépen beigazítva működik, ez az erkölcstannal gazdagítva szintén biztosított, igények szerint minden gyermek megkapja azt az oktatást, amit önök választottak. Bár a legtöbb iskola, így a kesiár is mindent megtett a gördülékeny és stabil tanévkezdésért, ennek ellenére nagyon sok a bizonytalanság és a várakozás mind a pedagógusok, mind a szülők részéről idén. És most könyvem, első könyvem, bújj be a táskába, más a dolgom jövő nyárig, megyünk iskolába. Még a változásokkal nem igazán szembesültünk, majd most szeptembertől fogjuk megtudni, hogy mik azok a változások. Hát annyi, hogy interneten meg egyéb helyekről érdeklődtünk erről. Hát az igazgatónő távozását azt nyilván sajnáljuk, de reméljük, hogy az új igazgató majd tovább viszi azt a hagyományt, amit ő itt megteremtett az iskolában. Önnek mekkora gyereke van, és hát mennyi kiadás jelentett a tanévkezdés? Hát nekem két gyerekem jár ide, az egyik másodikos, a másik hetedikes, és hát elég megterhelő volt a pénztárcának. Hát a tankönyveket leszámítva egy ilyen 60 ezer forintos kiadás volt. Hogyan viszonyultak a gyerekek az egésznapos iskolához? Még nem tudják, hogy mi az. Szerintem olyan nagy változás nem hoz az életükben, mert az egyik napköz is volt, a másik meg tanulóosztobára járt. Hát mivel első osztályt kezdünk, az egyéb kiadások azok főleg a füzetek, illetve íróasztal vásárlása. Tankönyveket az első osztályosok ingyen kapják. Igen, egy gyerek van, aki most iskolát kezd, azon kívül még két kisebb, hát majd a később években jönnek a plusz egyéb kiadások. Hát folyamatos spórolással, illetve fokozatosan vettük meg a termékeket, amiket kellett. A nagyobb gyerekek sem izgultak az indulás miatt, igaz, ők kevésbé várták a tanévkezdést, és az egész napos iskola bevezetése sem dobta föl őket igazán. Én egyáltalán nem örülök neki. Hát igazából szívesen itt vagyok, mert ugye itt vannak a barátok, de és az a jó, hogy ma csak a főóra lesz, úgyhogy azért jó. Hát ez egész évben ugye így lesz, majd jártok egyébként valamilyen külön órára, sportra, bármire? Igen. Mire? Itt az iskolában semmire, régen jártam zenére, az jó volt. Most jégkorcsolyázom, és majd mazsolettázni fogok. És mikor szoktál tanulni? Délután. Nálad mi a helyzet? Nálam is ugyanez, hogy én
ketten jégkorcsolyázunk, és én úgy szoktam, hogy a suliból hazamegyek, tanulok, és akkor megyünk az edzésre. A Keser mindig is híres volt arról, hogy biztonságos körülmények között végig gondolt program alapján, és gondosan megtervezve indítja a tanévet. Megpróbáltunk az idén rengeteg változó körülmény között is ehhez ragaszkodni. Így aztán előre végig gondolva a tankönyvosztás problémáit, mindent, ami idén változott, felkészülten érkezett számunkra a tanév eleje. Kétségtelen, hogy a tankönyvosztás ügyében van egy kis fájdalmunk, nálunk júniusban mindig megkapták a gyerekek a tankönyvet, igen gondos rendszerint felvették, és a szülők már júliusban túl voltak a tankönyvkötésen. Ez idén változott. Nagyon sokat dolgoztak a kollégák azon, hogy egyáltalán átlássák, hogy mi vár ránk ebben a két napban. Ma is holnap a mi diákjaink megkapják a tankönyveket. Kis problémát okozott nekünk is felfogni, hogy az ingyenes tankönyv idén mit jelent, azt gondolom felfogtuk. Kis problémát okoz az is, hogy a csomagok névre szólan érkeznek, bár van előnye kétségtelen. Ezeket majd átnézve, visszacsomagolva, a problémás csomagokat visszaküldve szerdáig le kell zajlódni a tankönyvosztásnak az iskolában. Leginkább az jelentett gondot, hogy a csomagok árát 12.000 forintban limitálták, így főleg a felsőben több munkafüzetet nem tudtak megrendelni a szaktanárok, amire szükségük lett volna a hatékony munkához. Az ingyenes tankönyveket is vissza kell adniuk a diákoknak az év végén, így abban nem igazán dolgozhatnak, ha csak nem akarják megfizetni az árukat. A tankönyvek beszerzésénél az első gondot ez a 12.000 forintos határ jelentette, ugyanis hogyha a tankönyvárakat és a tankönyv szükségletet összevetjük, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebbe a 12.000 forintos kvótába nem fértünk bele, tehát azokat a könyveket nem tudtuk megrendelni, amit eddig használtunk. Igyekeztünk ezt úgy megkerülni, hogy tankönyvcsomagokat rendeltünk, a kiadók ezért cserébe ingyenes példányokat bocsátottak a rendelkezésünkre, tehát sok munkafüzethez, dolgozatfüzethez és könyvhöz úgy jutottunk hozzá, hogy azt ingyen szállítja külön a kiadó, és így fértünk be gyakorlatilag ebbe a kvótába. 7.-8. osztályba visszaszedtünk könyvtárba könyvet, énekzenekönyvet és a sokszínű irodalmat, és az ingyenesek ezt a könyvtári példányt fogják az idén megkapni. Így fértünk bele gyakorlatilag ebbe a keretösszegbe, ami a rendelkezésünkre állt. A tartós könyveket ki kell szednünk ezekből a bontatlan csomagokból, és ebbe egy pecsétet kell ütnünk. 4 éven keresztül gondoltuk, hogy esetleg használható egy tartós könyv, tehát 4 sor található benne. Minden évben szerepel, hogy melyik tanulónak adtuk ki. A szülő aláír egy nyilatkozatot, hogy vállalja, hogy a tankönyvet sértetlenül adja vissza, és amennyiben évvégén a könyvtár számára visszaszolgáltatja ezeket a tartós könyveket, akkor nem kell fizetnie, ha viszont a könyv sérült, vagy össze van firkálva, akkor ezt másik tanuló már nem tudja használni, tehát ebben az esetben a szülőnek ki kell fizetni a tankönyvárát. Megnövekedett a teher annyiban is, hogy mindenhol hallani a 16 óráig tartó foglalkozásokról. Azt azért én is szeretném elmondani, hogy a hírek értelmezése kapcsán felmerült, bezárják az iskolába a gyereket, 4-ig szó nincs erről a helyzetről. Nálunk nagyon nagy volt eddig is a szakkörkínálat. Boldogan élünk ezzel a lehetőséggel, továbbra is délutáni szakkörökkel, sportkörökkel töltjük meg ezt az időszakot, és én szeretném hangsúlyozni, hogy ez kínálat. Tehát az a szülő, aki külön órákra járatja a gyerekét, akinek családi program miatt el kell menni, az el fog menni. Egy mondattal lemond a mi általunk kínált programokról is mehet. Az egy kis probléma lesz, ha majd az óraszámok növekedtével a kollégáimnak valóban 26 órát kell biztosítani, akkor gondot okoz majd, hogy mindenki megfelelően órát kapjon. Szerencsénk van még eddig a Kesjárban, előző igazgatónőm nagyon gondosan építette fel a kollégák rendszerét, minden feladat el van látva, és mindenkinek jut óra, én még csak élvezem ezt a helyzetet, ezt el kell mondanom, hogy ő építette így fel. Volt egy kis kérdés az erkölcstanoktatás körül is. Úgy látom, hogy ezt a helyzetet mi uraljuk. Hittan és erkölcstan is van az iskolánkban. Már régen nyilatkoztak a szülők beiratkozásnál, illetve tavaly évvégén, hogy melyik gyerek melyiket választja. Ez szinte órarendbe építve hittan is nagyon közel a délelőtti órákhoz megoldott. Nagyon régen jól működő kapcsolatunk van a hitoktatókkal, a hitélet szereplőivel, azt gondolom, hogy ez a legkevésbé problémás ebben a tanévben. Úgy tűnik, hogy kötelező órák nem kerülnek át délutánra, így a régi szabadidős és tanulási szisztéma továbbra is működhet majd az intézményben, a jól bevált 7 szokás módszerével egyetemben, igaz, ezt már igazítaniuk kell a központinak kínált kötelező tananyag elsajátításához.
Nem csak az iskolások, az újszülöttek is évről évre többen vannak Budaörsön. Sok gyermek születik itt, és évről évre egyre több fiatal család választja Budaörsöt lakóhelyéül. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy egy kis figyelmességgel teszi emlékezetessé a gyermekek életkezdését. Baba köszöntő ajándékcsomagokat kaptak az újszülöttek, azok, akik idén július 1-jét követően születtek, vagyis 2 hónap alattiak. Néhány órára már egy igazi babamama klubba alakult a Budaörsi Városháza díszterme a településen dolgozó védőnők jóvoltából, miután az Anyatej Világnapja alkalmából közel 200 anyukát és kisgyermeket hívtak meg a hagyományos augusztus végi köszöntő ünnepségükre. Bár a rendezvény tradicionálisnak számított, mégis formabontónak bizonyult, miután idén egy baba köszöntő csomagot is átadtak azoknak a családoknak, akiknek a gyermeke 2013. július 1-je után született Budaörsön. Azért piros, kék, és megpróbáltunk olyan színeket alkalmazni, ami Budaörs címerében található, de azért mégis kedves legyen, és a gyerekek szeressék. Budaörs ez így gömbölyű, úgy fest, a legjobb hely Budaörs. Ez a következő méret. Sokszínű Budaörs, nem véletlenül. Szerintem Budaörs, és nem utolsó sorban I Love Budaörs, ez a legnagyobb méretű kis badi, és akkor van egy nagyon finom kis anyagból készült takaró, szintén ezzel a kedves kis maci figurával, ami körülbelül ilyen nagyságú, ez is szintén a csomaghoz illeszkedő drapszínben készült. A csomagokat Vittinkov Tamás, a település polgármestere adta át a 28 arra érdemes anyukának. Akkor a politikusok arról beszélnek, hogy hogyan ösztönzik azt, mondjuk a 16%-os adókulcsra, szerintem ez volt a legelhíresültebb, amikor Matilcsa azt mondta, hogy bár mi be sem vezették, de már a népesség változásában ez érezhető, és ugye azt az egy apróságot, hogy ehhez a bizonyos történethez azért 9 hónap szükségeltetik, ezt ugye kihagyta a számításból. Én nem gondolnám azt, hogy egyes döntések jelentősen befolyásolnák a gyermekvállalási kedvet. Az biztos, hogy úgy van, hogy ahol nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb a légkör, ahol az anyagi biztonság, az egzisztenciális háttér stabil, ott vélhetően, és ezek azért mérhetőek, a trendek azok számíthatóak, meg ellenőrizhetőek, mondjuk nyugat-európai mérések alapján is, ott magasabb a gyermekvállalási kedv. Budaörs úgy tűnik ezek közé a települések közé tartozik, hiszen az országos tendenciákkal ellentétben itt évről évre nő a születések száma. Míg 10 évvel ezelőtt évente átlagban 250 gyermek látta meg a napvilágot a városban, ma már ez a szám 300 körül mozog. Budaörs város önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a gyermekes családokra. Ezt tükrözi az is, hogy a helyi rendeletében nagyon sok olyan támogatási forma van, ami a gyermekvédelmi törvényen kívül egy pluszt nyújt a gyermekes családoknak. Ilyen támogatás a születési támogatás. Ezek a támogatások általában jövedelemhez kötöttek. Van még az életkezdési kiegészítő támogatás, ami a babakötvény címen ismerik általában a gyermekes családok. Ezt is, tehát ez egy állam által támogatott program, és ezt még kiegészíti az önkormányzat. Van a gondozási támogatás, amely a ikres családoknak van, ez egy évig havi 60 000 forint, és van a rendkívüli gyerekvédelmi támogatás, rendszeres gyerekvédelmi támogatás, és ezen kívül most egy új támogatási forma, ami egy természetbeni támogatás, a baba köszöntő csomag. Persze a nap nem csak a 28 újszülöttről szólt, hanem azokról a családokról is, akiknél kiemelten odafigyeltek az anyateljes táplálásra gyermekeiknél. Nekem ő még az első gyermekem, és most tartunk a 9. hónapnál. Hát nagyon sok későbbi dolgok, az allergiától kezdve a nagyon sok betegség kialakulását, illetve meggátolhatja ugye a szoptatás, hogyha minél hosszabb ideig szoptatjuk a gyermekünket, úgyhogy én elsősorban ezek miatt, szóval szeretném, hogy ő is egy egészséges gyermek legyen, minél tovább is, felnőtt korában is. Volt esetleg már ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalata? Hát még annyira nem, mert még első gyermek, úgyhogy
Úgyhogy hát majd meglátjuk. A szakemberek szerint az anyatej fogyasztása nem csak az erős immunrendszer kialakulását segíti, hanem a gyermekek tanulási képességeire is jótékony hatást gyakorol. Augusztus 1-e az anyatej világnapja, de mi már tapasztalatból tudjuk, hogy ezen a napon nehéz megtartani, mert mindenki nyaral, viszont nagy igény van rá, ezért mindig augusztus utolsó hetére tesszük, amikor el is tudnak jönni erre az ünnepségre, hiszen már várják is az anyukák ezt a rendezvényt. Hát az anyatejről nagyon sokat beszéltünk, már miért fontos a szoktatás. Ugye ez már egy 15 éves múltra visszamenő programja a védőnői szolgálatnak, hogy ösztönözzük az anyukákat arra, hogy sokáig szoktassák a gyermeküket. A világszervezet előírása, illetve javaslata szerint 2 éves korig. Mi azokat az édesanyákat köszöntjük meg, akik az elmúlt 1 évben legalább 6 hónapig szoptatták gyermeküket, de hát ez azért jóval magasabb, nem 6 hónapos korig szoptatják többnyire az anyukák gyermeküket, hanem minimum 1 évig, vagy közel 1 évig, de nagyon sokan vannak, akik 1 éven felül is még szoptatják. Ez sok mindentől függ az egészségi állapottól, a támogató környezettől, a pszichés állapottól, ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni a védőnő, és ezért fontos, hogy nagyon jó legyen a kapcsolata a családdal, az anyukával, hogy megbízzanak benne, elfogadják a tanácsát, és támaszt tudjanak nyújtani. Budaörsön nagyon-nagyon jó a szoptatási arányszám, ha már ilyen száraz dolgokról is beszélhetek. Országos átlag ilyen 40-50% körüli a 6 hónapig szoptatott gyermekek, csecsemők száma, Budaörsön 60% fölötti, és az 1 éves korig vagy fölött szoptatott gyermekeknek is 50%-a még szopik. Úgyhogy ez nagyon gyönyörű, ez mutatja azt is, hogy rengeteg munka van benne, és az édesanyák hozzáállása is. Ugye ez köszönhető a rengeteg felhívásnak, a rengeteg információ átadásnak, annak, hogy az édesanyákat is érdekli, hogy miért fontos a szoptatás. Ugye fontos a baba szempontjából az egészsége miatt, fontos a pszichés fejlődése miatt is, hiszen rengeteg kutatás mutatja, hogy sokkal kevesebb betegség van, tehát később jelentkező, akár cukorbetegség, akár más jellegű betegség alakul ki azoknál a babáknál, akik sokáig szopnak, illetve későbbiekben a beiskolázás után sokkal jobban teljesítenek azok a babák, akik anyatejet kapnak. Nem csoda, hogy idén közel 200 kisgyermekes anyukát hívtak meg az anyatej világnapi alkalmából rendezett kis ünnepségre. Bár többségében az anyukáké volt a főszerep, azért néhány apuka is eljött a rendezvényre a gyermekével. Szerencsés helyzetben vagyok, mert éppen most 2 hét szabadságra, most augusztus elejével jöttem el, úgyhogy próbálom egyébként, de most ez teljesen jól jött ki ez az időpont. Holnap például megyünk állatkertbe, ma is külön programunk van a nagyobbik lányjal, úgyhogy próbálom. Az éjszakákat is most egy szabadságon mondjuk úgy oldjuk meg, hogy 1-2 napot azért én is ott vagyok lent, hiszen most már sajnos a szoptatás mellett tápszeres is a baba, úgyhogy egy kicsit nekem is egyszerűbb, és ő tudjuk szabadítani az édesanyját, és ő is tud többet aludni. Úgyhogy. Nálam eddig sikerült egyébként anyatejjel táplálni? Közel 1/2 évig. Úgy volt ott is, hogy ilyen köztes megoldás volt, tehát nem volt elégséges az anyatej, így aztán ilyen kiegészítésképpen a tápszer volt, és nagyjából 1/2 év után volt az, hogy aztán át kellett térni, és onnantól kezdve, hát hogy a 3 éves koráig tápszereztük. És mik a tapasztalatok, segített esetleg az immunrendszerét, a fejlődését, az, hogy tovább tudott tenni? Hát én ezt most így nem tudnám megítélni, orvos nem vagyok. Az eleinte érdekes módon, hogy korábban első 2 évben volt az, hogy ahány kisebb szél megfújta, akkor megnáthásodott. Nagyobb problémánk, hál' Istennek nem volt az elmúlt 3 évben, júniusban múlt ő 3 éves. Attól féltünk, hogy amikor bekerül a bölcsibe, mert 1 évvel már bölcsis volt, akkor hát, ha el fog kapni egyéb dolgokat, de nem. Tehát mióta bölcs is, sokkal kevesebb problémánk van, mint előtte volt, úgyhogy hogy ez minden köszönhető, nem tudom megmondani, de szerencsére nem. 1-2 nagyobb megfájdás, mondjuk eltartott 1-1 hétig, azon kívül nem volt nekünk különösebb problémánk. A hivatalos köszöntések után mindenki választhatott az önfelett játék, a beszélgetés és a tapasztalatcsere között, kinek-kinek mire is volt éppen a leginkább szüksége. Míg a leghíresebb kertépítők is megirigyelhetnek több budaörsi kertet. Mert hogy sokan vannak, akik nem csak füvet, tuját és 1-2 virágot ültetnek a házok mellé, hanem különlegességeket is. Mások mintakonyha kertet művelnek, szóval mintaszerűen használják ki a kis földjüket. Mindez az idei virágos budaörsért pályázaton derült ki. A nevezés már lezárult, de csak a hónap végén derül ki, hogy kiét ítélik a legszebbnek. Most mi néhány pályázót, néhány nagyon szép kertet mutatunk meg.
13 évvel ezelőtt polgárné Szaploncai Marianna Budaörsi Kertbarátok Egyesülete alapítójának a kezdeményezésére rendezték meg először a városban a Virágos Budaörsért versenyt. 2 évre rá a város vette át a pályázat lebonyolítását Tiszta Virágos Budaörsért néven. Erre idén 29-en jelentkeztek többféle kategóriában. A pályázók között volt a korábbi alapító is. Ő a családi ház és környezete kategóriában nevezett a megmérettetésre. A kertemre jellemző, hogy gyűjtöm a japán növényeket, és azt hiszem, hogy Budaörsön elmondhatom, hogy nekem van a legnagyobb japán gyűjteményem. Ami nehéz, és most talán nem látszik, mert túl vagyunk azon az időszakon, amikor a növények a legszebbek, úgyhogy nem tudom, hogy a zsűri hogy értékeli ezt a kertet ilyen formájában. Kevés most a virágzó növény. Igaz, hogy a japán kertekre is jellemző, hogy relatíve kevés virágzó növénnyel dolgoznak. Ami miatt én elkezdtem ezzel foglalkozni, az végül is a férjem munkáján keresztül történt. Ő a japán Furukawa cégnek volt a vezérigazgatója, és ilyen formában itthon is, meg Japánban is épült egy gyár, ő kutató feltaláló, és ezért én is jártam Japánban. Miután a férjével többször elutazhatott Japánba, az ott látott kertek egy életre meghatározó élményt jelentettek számára. Bár sok esetben alkalmazkodnia kellett a helyi klímához, a nyugalom különleges szigete mégis megszülethetett. Nagyon nehezen marad meg, és évek óta kísérletezem vele, hogy a kínai lószörpálmának a japán változatát megmutassam, hogy itt is megmarad. Ez a Wagnerianus fajtája, ami egyetlen egy ilyen van Japánban, sajnos nagyon nehezen marad meg. Kifagynak a felső levelei, és utána hiába van betakarva télire, néhány levél után abba hagyja a növekedést. Itt található látható egy Magnolia grandiflora, amelyiknek ugyancsak savanyú talaj igénye van, ezért egy nagy talajcserével lett megoldva, hogy megmaradjon. Nagyon sok fajta hortenzia van, hiszen azt is nagyon szeretik a japánok. Sok hortenzia fajta található, itt van például egy tarkalevelű hortenzia. Itt magnóliák, kaméliák, ami éppen virágzik, az egy sejemmirtus. Kimondottan mediterrán növény, tehát nagyon szépen átvészelte az idei telünket. Magyarországon is megélnek a ciprusok, és ez itt 3 ciprus egymás mögött. Nagyon kevés kertben található, pedig megérdemelné, hogy mi is ültessük, pláne, hogy a klímánk melegszik, és nálunk is egyre inkább megmaradnak ezek a növények. Ami érdekesség, ez egy japán borsfa. Látszik már az érő termés rajta. Egy nagyon tüskés növény, ajánlom azoknak, akik a betörőktől védeni akarják a kertet, ha sövénynek ültetik, ezen ember nincs, aki átmenjen. Nem csak az előkert sugároz igazi harmóniát, hanem a ház homlokzata és közvetlen előtere is. Érdekesség, hogy egyetlen tő japán akác futja be a 2 teraszt. Igaz, hogy megbeszéltem vele az elején, hogy célja, hogy takarja a szomszédot, és hogy az utcáról ne lássanak be. Annyira komolyan veszi, hogy nem győzzük az új hajtásait állandóan ritkítani és írtani. Szemben pedig, ami látszik a sövényként, hogy kicsit intimebb környezetet adjon a lenti alsó terasznak, az pedig egy japán kecskerágó. És annak is többféle fajtája. Sajnos az időjárás miatt kicsit fokhias lett, úgyhogy most új palánta vagy új darabokkal próbálom kiegészíteni a fokhíjakat. Bár a verseny zsűrije már a kert ezen részének is csak a töredékét tekinthette meg, az igazi japán csoda valójában a hátsó kertben található. Egy babérmegy van a háttérben, nem tudom mennyire látszik. Itt egy japán ecetfa, ezt szokták bálványfának is mondani.
Az árnyékban japán kertekre jellemző a sok páfrány, körülbelül 5 féle páfrány van ott az árnyékban. Itt van egy japán hortenzia, ez egy nagyon hálás növény, rendkívül hosszan virágzik, és minden állapotában gyönyörű. A bimbótól kezdve, amikor kinyílik, és egészen vajszínű, gyönyörű nagy virágzatot hoz, utána kezd zöldülni és bebarnulni, tehát késő őszig nagyon jó dekorációs növénynek is. Van a kertben emellett a sok-sok különlegesség között mocsári májva, ernyőfenyő, csüngőcédrus, vöröslevelű japán juhar és természetesen az elmaradhatatlan központi bonszáj. A kertet úgy álmodtam meg, hogy hangsúlyos helyre egy óriás bonszáj kerüljön, amely egy cédrusfajta, pomponosra van formálva, úgy, ahogy a japánok teszik. Ezt először egy alakítással létrehozzák a fő ágakat, és utána hosszú meccéssel alakul ki a végleges formája. A kert akár mintaként szolgálhatna arra, hogy hogy lehet kicsi városi kertekből paradicsomot létrehozni, mert úgy van a távlata kialakítva a kertnek, miután kicsi, tehát optikailag csalni kell azzal, hogy minél szélesebb és minél hosszabbnak tűnjék, ezért nincsenek kicsi szögletes ágyások és kicsi szögletes felületek, hanem a hullámvonalakkal optikailag csalunk, és így nagyobbnak tűnik maga a kert. A versenyre nevezett idén Nagy Sándorné az utca frontjával és az előkertjével. 2007 óta tudok erről a lehetőségről, hogy Budaörsön egy ilyen pályázati rendszer van, hogy a Virágos Tiszta Budaörsért pályázaton belül lehet nevezni a kertünkkel, illetve az előkerttel vagy balkonnal. Én mindig különös figyelmet fordítottam az előkertemre, mert ugye az a kirakata a háznak, meg egyébként is nagyon szeretem a növényeket, és részben a kerítésen belül, részben a kerítésen kívül odafigyelek, hogy szép virágok legyenek. Most már így augusztus vége felé, ahogy Berzsenyi mondja, hervad már ligetünk, díszei hullanak, és a rózsalugas se virít, pedig több száz virág volt egész évben. Mostanra már sajnos kiszáradtak, és most az a stádium van, amikor éppen nem virít az estike sem, de azért lehet látni ezekből a növényekből, hogy ez nagyon szép kert, és nagyon sokan dicsérik az utcába, amikor erre eljönnek, hogy szépek a virágai, Ágika, és büszke is vagyok rájuk. Persze Nagy Sándorné számára a központi szereppel a kis kertbír, ahol igyekszik minél többféle dolgot megtermelni. Nagyon szeretem a virágokat, mint ahogy az előkertben látták, és szívesen mutatom is a budaörsieknek a szép virágokat, és szeretem, ha rendezett az előkertem, de azért a nagyobb örömet inkább a kert termény része adja. Nagyon pici területen termesztek, és nem is nagyon tudok, mert ugye az őszi barackfák most már takarnak, de körülbelül 40 féle növény az, amit termesztek. Olyan növények is, amit nem is nagyon ismernek, például a rebarbara, nagyon finom, a bimbós kell, itt volt saláta, most vetettem újból babot, zöldbabnak, egy kis kukorica, egy kis mag petrezselyem. Tehát olyan növények, amik bárhol Budaörsön megtermesztettük, nem olyan sikerrel, mint egy nagy üzemi gazdálkodásban, de az ember, amikor a sajátját teszi, akkor azt hiszem, hogy annál nagyobb élvezet nincs. Az itt leszületelt zöldségek és gyümölcsök nagy részét piacra viszi, vagy népszerűsíti a háztáji kertészkedést a kertbarátokkal közösen. Azt hinné az ember, hogy a budaörsi kertek nem alkalmasak zöldségtermesztésre, egyedül az őszi barack, ami megmarad, meg a szőlő, de ahogy ez a kis rögtönzött terménybemutató is mutatja, nagyon szép volt idén a termés. Idén először próbálkoztam a burgonyával, krumplival, pityókával, ki hogy szereti mondani. 7 féle paradicsomot ültettem, saját magam
állítottam elő a palántákat, és hát a szokásos, gyönyörűséges gyümölcsök, ami idén megterem. Olyan növényel is próbálkoztam, amit még talán nem ismernek a budaörsiek, de a klímaváltozás miatt muszáj bővíteni a zöldségválasztékot, és ez pedig az okra. Majd a növényt is megnézzük, mert az egy csodálatos növény, én magam se hittem, idén először vetettem ilyesmit. Amit nem sikerült értékesíteni, azokat a terményeket igyekszik Nagy Sándorné eltenni. Próbálom például a bőséges szilva termést is megmenteni, 12 órán keresztül kell főzni a szilva lekvárt ahhoz, hogy cukormentes legyen és finom. Már a múlt héten megfőztem az első adag szilva lekvárt, és természetesen asszalok is belőle. Itt lehet látni egy pár fügét is, amit sikerült megmenteni és asszalni. Ez nagyon jó lesz majd karácsony előtti estéken süteményekbe. Ezekkel a terményekkel az érdeklődők találkozhatnak az idei Idesüs Fesztiválon. A kertekről pedig szeptember végére születhet döntés a zsűri részéről. Nyárbúcsúztató, azaz Budaörs napja. Szombaton tartották a város hagyományos rendezvényét. Most is lezárták a főutat a Károly Király útnál, színpadot emeltek, és egésznapos szórakoztató programmal várták a budaörsieket. A sztár fellépő Olán Gergő az X-Faktor című tévévetélkedő győztese volt, de zenélt a Pannonia All Stars, és volt retro diszkó Bétót Lászlóval, aki szeptember végétől műsort is vezet majd itt a budaörsi tévében. Idén ragyogó idő, igazi vásári forgatag, rengeteg játék és szórakozási lehetőség várta az Idesüs Budaörs napja látogatóit. Míg a gyerekek a kis vonaton utazgattak, kosárhintáztak, vagy az ügyességi játékokat próbálgatták, az alatt a felnőttek a vásári forgatagban kereshették a nekik leginkább tetsző vásárfiát. Tetszik. Tavaly nem voltunk, de szerintem ezek jók, ezek a játékok, jobb, mint hogyha műanyag játékokat raktak volna ki. Mennyire szoktak ilyen helyen megfordulni, és hát mennyire tartják jó ötletnek az ilyen fesztiválokat? Én jó ötletnek tartom abszolút, és mindenre kimegyünk, amire lehetőségünk van, és engedi a kisasszony, hogy ki is jöjjünk. Van-e olyan a kínálatban, ami azért mert neki is való játékokon kívül? A zenekarhoz jöttünk ki elsőként, a Csurgó zenekarhoz, bár annyira nem volt lelkes az ajtól, meg a lovacskák azok nagyon tetszettek neki, a pónilovak. Bár a Csurgó zenekarnak nem volt könnyű feladata első fellépőként, ennek ellenére fergeteges hangulatot teremtettek és megmozgatták a gyerekeket. Úgy értékelem ezeket a dolgokat, hogy akkor is sikert ért el a zenekar, ha egy mosolyt kicsikartunk, és itt nem egy mosolyt csikartunk ki, úgyhogy én nagyon sikeresnek érzem mind azt, hogy együtt voltunk a közönséggel, mind azt, hogy a gyerekeknek örömet tudtunk szerezni, és az is, hogy nekünk örömünk tellett abba, hogy itt lehetünk. Ez nekünk nagy ajándék, hogy Budaörs most már másodszor is visszahívott. Ez jelentheti azt számunkra, hogy megbecsülnek Budaörsön, és tetszik az, amit csinálunk. Gondolom, voltak visszatérő arcok, mennyire próbáltok nekik egy kicsit más nyújtani, vagy alkalmazkodni a különböző eseményekhez, mit tudom, jeles napokhoz, bármihez, ami történik az országban? Mindig próbálunk idő, illetve évszakoknak megfelelő műsort összeállítani, vagy valamilyen tematikája legyen ennek a műsornak. Vannak olyan számaink, amik mindig visszakérnek, mert igényli a közönség. A zenekar azt tűzte ki fő céljának, hogy a koncertjei ne csak zenekari részről legyen alkotás, hanem abban a gyerekek részt vehessenek, beleszólhassanak, sokszor irányítják, vagy módosítják éppen a koncertek. Volt már olyan is, hogy megállapodtunk, hogy ez lesz a műsor, és ott a gyerekek közbeszóltak, hogy ott egy gólya, és már is megváltozott a műsor, mert a góljáról kellett énekelni. Ez fontos, a legfontosabb a gyermek, mindig a gyermek, és a gyermeken keresztül jutunk el a felnőttekig, és így legalább mindenkinek a szívéig remélem elérünk.
Míg a színpadon a gyerek, tánc és sportprogramok zajlottak, az alatt a lezárt utcaszakaszon a civilek és az árusok kínálták portékáikat, vagy népszerűsítették a tevékenységüket. A TEK három témába szeretné a budaörsieket szórakoztatni, elsősorban a gyönyörű kerámiákkal, amelyek ott láthatók, úgyhogy bevonjuk a gyerekeket is a készítésbe, már kis asztalka is minden készen van. Másodszorban pedig megtanítjuk, hogy hogyan lehet nem csak nézni, hanem látni is, és a látásjavító nagyon egyszerű dolgokat mutat be a művész. Emellett egy kisebb retro kiállítással is készültek az egyesület tagjai. Hogy milyen volt egy úttörővezető, milyen táskával jártak a lányok, milyen dobozba gyűjtötték a szerelmes leveleket, mikor étkeztünk az NDK porcelánból, és itt van egy dosszié, ami tele van a 88-as évek szamizdatjaival. Többek között ott találhatjuk az ifjú demokratákat is, amint megalakulnak. Ott találhatjuk Mécs úrnak az emlékezeteit, emlékezését arra, hogy kikkel együtt volt a börtönbe, és hogy hívják azokat, akik akkor haltak meg, amikor ő még nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy kiszabaduljon. Tehát ilyen régi dolgokat is hoztam, hogy az idősebbek is egy kicsit visszatekintsenek a múltunkra, aztán abból lehet a jövőt építeni. Minden évben valami újat igyekszünk hozni a Budaörs napjára. Idén is vannak újdonságok, reméljük, hogy ezt a közönség is érzi, egy kicsit új arculat van, talán egy kicsit a felnőttebb korosztály, a fiatal felnőtt korosztály felé nyitottunk, de ugyanúgy a hagyományokat megőrizve a gyermekeké és a kora délután az a kis családos gyermekeké ez a nap. Milyen újdonságok vannak? Nagyon sok civil egyesület jött ki bemutatót tartani, a tűzoltók is idén egy teljesen új bemutatóval készültek. Én nagyon köszönöm azt, hogy ezt elindították annak idején, hogy a Bordás István volt, aki ezt az egészet elkezdte. Akkor teljesen más dolgok voltak a fontosak. Ugye most ez egy ilyen nagy közhely, hogy fölgyorsult az élet. Nyilván nekünk sokkal könnyebb dolgunk van az internettel, a Facebookkal, a különböző médiumokkal, ami alapján el tudjuk jutatni a lakossághoz ezeket a programokat. És nyilván a programokra való igény is más lett, megnőtt, illetve sokkal több szervezet érzi fontosnak azt, hogy megmutassa magát. A színpadon a Csurgó Együttest, a Bibácse Tánc Együttes bemutatója követte. Igyekeztünk ma is a lehető legjobb formánkat hozni, illetve a legtöbb korosztályt, akik nálunk tanulnak, ugyanis 6 éves kortól foglalkozunk 25 éves korig a lányokkal. Igen, ez az év igen sokrétű volt, sokoldalú volt, többek között, hogy megkaptuk a felkérést az U19-es kézilabda világbajnokságon felléphettünk, onnan is hoztunk ízelítőt az éves táncgálánkból és a versenyszezonból is. Hogyan érzed, mennyire sikerült népszerűvé tenni ezt a sportágat, vagy ezt a nem is tudom, művészeti ágat, művészeti ág. Mi igyekszünk nagyon megszeretetni a gyerekekkel, főleg Budaörsön. Hál' Istennek olyannyira sikerül megszeretetni, hogy teltházon működünk az egyesületben. Tehát teljesen 6 éves kortól végig mindegyik csoportunk 20 fővel rendelkezik. Jövő másfél hét múlva indulunk Horvátországba, ahol mi képviselhetjük hazánkat, ugyanis a Magyar Bajnokságon első helyezést ért el most Red csoportunk, és egy 50 fős delegációval megyünk ki Horvátországban, hiszen most ebben az évben csatlakoztak az Európai Unióhoz, és ennek lesz egy nagy szabású fesztiválja. Idén a hagyományos mazsoret bemutatók mellett egy jazzbalett előadási színpadra került. Szakág az már régóta működik a Vivácsiban, tehát azért csoportos jazzballett produkciókat már láthattak tőlük. Sok volt a fiatal között, mennyire volt nehéz nekik megtanítani ezeket a nem igazán könnyű elemeket?
Nem én tanítom, csak a saját, az egyéni számomat készítettem én, a csoportosat az Csernéi Zsák Anikó koreográfus készítette, úgyhogy a saját produkciómhoz pedig sok helyről merítettem ötletet, illetve csak ami jól esik, azt csinálom a színpadon. A sportot idén a budai fitness suli képviselte a fesztiválon. Ők a legsikeresebb gyakorlataikból hoztak egy kis összeállítást. Idén a versenytánc is terítékre került. A többszörös világbajnok páros két éve dolgozik együtt a színpadon. Voltunk egy versenyen, és meghívtak minket ilyen világtánc fesztiválra, és megtaláltuk a mostani edzőmet, Laki Dórát, és... Hát ő tanította meg nekünk ezeket a csodás táncokat. Alapvetően ugye, amikor az ember táncot néz, akkor a sporttánccal találkozik. Mi a különbség a versenytánc és a sporttánc között? A versenytánc sokkal kötöttebb, rengeteg szabály van benne, minden meg van szabva, hogy mikor, mit és hogy lehet. A ruha, például haj, cipő, tehát ezek nagyon fontos dolgok, esztetikailag is. A divattánc pedig kap az ember egy stílust, és aki jobb, az nyert. Nem a divattáncra gondoltam, hanem a sporttáncra, ahol a standard, meg ezek vannak össze, tehát ugye azok között, mert ugye az elemek úgy látom, hogy hasonlóak nálatok is, vagy sokban sok hasonlóság van. Igen, hát igazából két külön szervezet van világszerte is, és minden egyes országban teljesen mások az előírások, és az egész stílus is. Tehát a versenytáncok felfelé törekednek, nagyon komoly gerincük van az élmezőnyben az összes sporttáncosnak, az összes többi divattánc pedig inkább a földbe az autentikusabb stílus típus. Mire vagy a legbüszkébb ideig, amit sikerült esetlegesen elérni eredményt, és mire törekszel? Igazából Mátéval most 3 világbajnoki címünk van, és hát nem tudom, igazából az a cél, hogy még több legyen, meg decemberben megyünk Miami-ba, és ott szeretnénk minél jobb eredményt elérni. A Budaörs Néptánc Együttes 2014-ben ünnepli a 15 éves születésnapját. Ennek az apropóján egy igazán fergeteges előadással készültek. Igen, a Kesár iskolába kezdtük itt Budaörsön a tánctanítást. Hát fantasztikus volt, mert abban az időben ugye nem volt Budaörsnek táncegyüttese, és ott azokkal a kicsi gyerekekkel elsőtől 8. osztályig egy nagyon nagy tánckart tudtunk kiépíteni, és aztán végzett diákok is visszajártak hozzánk, és a harmadik kerületi Veres Péter gimnázium diákjai is adlakoztak ugye ehhez a tánckarhoz, a Szélkulturális Egyesülethez, aztán később Budaörs Néptánc Együttes lettünk, és hát bizony májusban szeretnénk megünnepelni a 15 éves fennállásunkat, és ott meg szeretnénk mutatni akik kezdték Hajdanában, és az ifjú generációt, hogy mit tudunk ma, hol tartunk ma. A hagyományos sváb táncokról a Wunderkäfer tánccsoport gondoskodott. A budaörsi játékszín is fellépett az új vezetéssel. Szeretnénk jelezni, hogy nekünk fontos a fiatalság és az ifjúsági közönség, és ezért Hegedű Virág Harmonika címmel egy összeállítást hoztunk, ahol a gyerekeket a színpadra föl is fogjuk hívni. Karsai Klára és Kulcsár Béla fogja előadni a műsort,
és Klein-nak itt van a kislánya és a Julcsi, úgyhogy teljes családi produkció. Miből állt össze a műsor, milyen produkció részeket kiválasztott? Ez egy meglévő Évszakok című ciklusnak az egyik darabja. Az évforduló kapcsán Vörös Sándor versek is vannak benne, megfelelően körítve természetesen, sok-sok ritmus hangszer a gyerekeknek, hegedű szó, és kedves kollégám, pedig a kedves barátom pedig a harmonikájával fogja kápráztatni a közönséget, amiben lesz némi meglepetés is. Milyen arányban oszlik meg a próza és a zene? Elsősorban a zene lesz, és azon kívül egy kevesebb a próza, amiben lesz hegedű, zongora, harmonika. A délutáni program már alapvetően a zenéről, a bulizásról szólt. A Sort a Mintapinty zenekar remek gyermekkoncertje nyitotta, rengeteg interaktív játékkal és mókával. Isztambulba megyek majd, akkor éppen majd a háremémhez is, akkor majd dicsekedek, hogy milyen szép sálat hozni én Magyarországon lenni, ugye? Én hát így... Jajajajajajaj! Segítség, segítség, segítség! A budaörsi fúvószenekar idén a színpad előtt játszott, egészen személyes kapcsolatot teremtve a közönségével. A pörgésről a rockabillyt játszó Tom White és barátai gondoskodtak. Talán az egyik legizgalmasabb, legegyedibb zenei produkcióját a napnak a Maszkura és Tücsökraj koncertje jelentette. Ők a jazz, az alternatív és a popzene elemeit vegyítve alakítottak ki egészen különleges hangzásvilágot. A modern szólt a púder évkében, hogy kereges a fenekétből bőne, és nem a jóra faternek, hogy kéne, hogy jó kis szex a meleg fenekére. Ahogy utazom az űrbe. A tehetségkutatók felfedezettjei sem maradhattak ki a sorból. Ebben az évben Olá Gergő volt az ügyeletes sztár. Fotók, amelyek reneszánsz festmények alapján készültek, és fotók, amelyek első ránézésre a mai valóságot ábrázolják. Aztán persze kiderül, hogy mégsem, van bennük valami fricska, valami művészi montázs.
Ezek Fülesmester Kisded játékai, azaz Tóth József alkotásai, amelyekből a Városházán rendeztek nagyon is újszerű kiállítást. Különös digitális montázsok egyedi humoros közegben, klasszikus festmények sajátos jelentésű kollázsokba rejtve. Humor, irónia, képi fricska és játék. Leginkább ezek jellemzik azt a kiállítást, amelyben Tóth József, ismertebb nevén Fülesmester mutatkozott be a Budaörsi Városháza legutóbbi kiállításán. Egy volt iskolatársam az MTI Fotónál volt világosító, és hát elmondta, hogy milyen elképesztő jó életük van, mert akkor még volt belföldi repülőgépjárat Magyarországon. Fölülünk a repülőgépre, mondta, elmegyünk Szombathelyre, csinálunk egy riportot, leadjuk. Hát nekem ebben a repülőgép tetszett nekem. És hát most az egy külön történet, az a véletlenek sorozata, hogy én hogy lettem fényképész tanuló az MTI Fotónál, mert az arra kb. Egy fél óra kellene, de ez megint a mázli, a véletlen. És óriási szerencsém volt, mert ugyan soha életemben nem fényképeztem, de elképesztő mesterek közé kerültem, mert ott volt Vadas Erné, aki a Európa hírű fotós, vagy Németh József, aki az én mesterem, szintén Európa hírű fotós. És hát ezek, én voltam 20, voltak 50 fölött. Fantasztikus dolgokat lehetett tőlük technikailag, fényképészetileg tanulni, amiből én nem tudtam semmit, természetesen nem tudtam fényképezni. A mester életét érdekes módon épp az extrém találkozások egyengedték és segítették a művészi kiteljesedés felé. Az 50-es évek osztályidegen segédmunkássá avanzsált fényképésze a különös, néhol extrém és humoros ötleteivel, még a szigorú szocialista-realista világban is képes volt meghökkenteni a nagy érdemű döntéshozókat. Lényegében így válhatott ismert és keresett művészé. Erről Vitinkov Tamás budaörsi polgármester így beszélt a kiállítás megnyitóján. Már a kiállítás címe, Fülesmester Kisded játékai is sejtetni engedi, hogy olyan emberről van szó, aki igencsak otthon van a humor világában. Szerintem erről majd fogunk tapasztalatot is szerezni a mai nap folyamán. És persze egy kis Cyrano-féle öngúnyért sem megy el a szomszédba. Önéletrajzát áttanulmányozva sem lehetett kétségem afelől, hogy Tóth József görbe tükörben szereti nézni a világot. És akkor most idéznék. A háborús évek alatt szépen cseperedtem, már 3 évesen fújtam a korszak nagy slágerét, hogy azt mondja, énekelni nem fogok, egy kis kíváncsi kacsa egy este nem ment haza. Jó apám is majdnem így járt 1944 telén, ha az orosz parancsnokságon nincs egy jó szándékú magyar, aki emlékezett remek marha pölköltjére, akkor szegény valószínűleg a jó meleg Szibériában köt ki egy kellemes társas utazáson, írja a háború árnyékában eltöltött kora gyerekkoráról. 1950-ben Rákosi elvtárs népünk szeretett vezére szemet vetett apám Zöld Lugas nevű vendéglőire, és csupán emberbaráti szeretetből megszabadította az üzletvezetés gondjától, bajától. Amikor ezt olvastam, akkor ugye elgondolkodtam, hogy vajon mostanában fényképezett trafikokat, de hát mindegy, majd ezt megtudjuk tőle. A fiatal Tóth József képzőművészeti tehetségére egy november 7-i ünnepség alkalmával figyeltek fel a Gamma gyárban, ahol épp segédmunkásként dolgozott. Az általa készített és a gyár vezetése által megcsodált Lenin fejet olyan nagy teljesítménynek tekintették, hogy munkáját e szavakkal méltatták. Tóth elvtárs, nagyon meg vagyunk magával elégedve. Ha így folytatja, itt még betanított munkás is lehet. Szerencsére Fülesmester köszönettel eltekintett ettől a felkínált karriervonaltól, és inkább a fényképész szakmát választotta. Kreativitása az akkoriban újításokra is nyitott külkereskedelmi cégek felé röpítette őt, ahol meghökkentő reklám ötleteivel szerzett magának nevet, és az idők folyamán számtalan kitüntetést és képzőművészeti díjat kapott. A Tegyünk Együtt Egymásért Egyesület által szervezett tárlat szeptember 6-áig látogatható a Városháza aulájában.
Tavasszal készült, most tárgyalja meg a testület. Az önkormányzata csütörtöki ülésén foglalkozik majd azzal, hogy hogyan lehet növelni a Budaörsre látogató turisták számát, vagyis napirenden lesz a turizmus marketing terv. Az ülés részletei a programajánlóban. A képviselőtestület csütörtökön 9 órától ülésezik. A tervek szerint egyebek mellett téma lesz az utak karbantartása, a közvilágítás és egy lépcső építése is a Ne felejts utcában. Az ülést szokás szerint élőben közvetítjük, és este a Városi Magazin ismétlése után újból levetítjük, hogy azok is láthassák, akik délelőtt dolgoznak. Két világháború közötti évek és jelképeik címmel nyílik kiállítás a Városházán szeptember 9-én. A tárlaton közel 21 év történelmét láthatjuk képekben. Nyomon kísérhetjük a jelképek és az országhatárok változását is. A tárlat szeptember 27-éig látható. 9 sportág alapjaival ismerkedhetnek a gyerekek szakedzők és aktív játékosok segítségével az idei őszi sportág választón. Az Árok utcai szabadidőcentrumban és mellette a focipályán, illetve a Baross utcai teniszpályán várják az érdeklődőket pénteken 15 órától. Tavaly 5 általános iskola, több mint 1000 diákja vett részt a programon, akik közül aztán többen is jelentkeztek a szakosztályok edzéseire. A Smarton Trio, vagyis az S betűvel kezdődő és Márton névvel folytatódó zenekar lép fel a Művelődési Ház jazzkaféjában pénteken este 6 órakor. A mai műsor végére értünk. Még egyszer elmondom, a múlt héten is megtettem, hogy épül az új stúdiónk, ezért szeptember végétől napi adással jelentkezünk majd. Hétköznaponként minden este 6 órakor kezdődik a műsor, és minden nap legalább 1 órás lesz a program, lesz amikor hosszabb. Aztán este és másnap ezeket a műsorokat ismételgetjük, tehát még többször lesz érdemes ide kapcsolni a Budaörsi Televízióra. Addig is látogassanak el honlapunkra, ahol a régi adások között is válogathatnak, meg a legújabbat is megnézhetik. A honlapunk címe az, hogy bvtv.hu. A képernyőn látják még telefonszámunkat és e-mail elérhetőségünket is, mert hogy hívhatnak bennünket, megírhatnak nekünk. Tegyék meg! Én pedig várom önöket a képernyők elé hétfőn este 7 órakor a következő Városi Magazinban. Viszontlátásra!